Sziasztok! Ha szerettek mobiltelefonnal videózni, iOS vagy Android rendszeretek van, akkor ezt az alkalmazást nektek találták ki. Ha nyaralásra videós alkalmazást kerestetek, akkor nem kell, hogy tovább keresgéljetek, mert megtaláltátok. Ez lesz az az alkalmazás, amit mindenféleképpen vinnetek kell. Röviden szeretném veletek ismertetni ezt a szoftvárt, megmutatom a fő funkcióit, és a műsor vége felé megmutatok egy nagyon hasznos funkciót, amit én már régóta kerestem videós szoftverben, és ez az a szoftver, amiben megtaláltam. A szokásos fényerő és fókuszállító gyűrű az megtalálható rajta. Jobb oldalon láthatjuk a felvételt indító gombot. Ez jelzi is pirossal, hogy elindult a felvétel. Középen látjuk a time -ot látjuk, hogy hány FPS milyen felbontáson van a hangszintet. Jó, ha ide kattintunk az óra mellé, akkor megjelenik egy ilyen kis histogram, és itt tudjuk a fényerőt monitorozni. Egyből ki is térnek itt bal oldalon található kis ikonra. Ha erre akkor be tudjuk állítani a white balance -ot. Egyébként itt nagyon jó mutatja különböző szívhőmérséklettel, hogy milyen white balanszokat tudunk állítani, illetve automata white van, ahogy megszokhattuk, és különféle white balance opciókat tudunk állítani. Jó, ha egyen jövünk jobbra, akkor bejön két oldalt, illetve rögzíti is a program a fókusz választótárcsát, ezt így tudjuk használni, illetve a shutter választótárcsát és tudja is lokkolni a settert. Jobb oldal található a kis fogaskerék alatt a beállítás. Itt be tudjuk állítani a fábontást, illetve a képarányt. Én 4 k szeretek rögzíteni, nekem default ez van beállítva. Jobbra kattintunk, itt beállíthatjuk az FPS-t, én általában 24 fps berögzítem a videókat, ez nekem így teljesen jó, de tudtok 25 és 30 fps módot választani az iPhone 7 Plus ez a készülék, és 4 k felbontás mellett ezek az fps számok érhetőek el, illetve itt ki tudtok választani egy timelapse lehetőséget is. Jó, a következő az audio, nekem az a, a cél az tökéletes, és ki tudjátok választani, hogy milyen kHz-en rögzítsen illetve a bluetooth mikrofont is kezel, ez is egy nagyon jó funkció abban a szoftverben. Jó, a következő fül a device fül. Itt kiválaszthatjátok, hogy hova szeretnétek menteni a videót, illetve külső vezérlő egység csatlakoztatására is van lehetőség. Tegyébb beállításokat találok Gyors videót ígértem, most a programnak tényleg így a, a kezelő szeretnék átfutni, hogy lássátok, hogy tényleg mennyire nagyszerű ez a program. Jó, következő timecode tracket be tudjátok kapcsolni. Hardware. Na, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy DJI Osmo Mobile-al kompatibilis a szoftver. Tehát, ha vesztek hozzá egy gimbalt, akkor fogjátok tudni használni az Osmo-val. Szinkronizálási lehetőség. Ha csináltok a filmikbe egy profilt, akkor oda fel tudjátok szinkronizálni a lementett videókat. Itt van, hogy milyen szájtokra tudjátok broadcastelni, amit éppen felveszták. Itt azt láthatjátok, hogy milyen beállításokat alkalmaz jelenleg a szoftver. Ez egy nagyon fontos funkció, ez a stabilizálási funkció. Most kikapcsoltam, nézzétek meg. Megmozgatom a kamerát. Egy picit mozgatom, és látszik, hogy nagyon ugrál a kép. Ha bekapcsolom, ugyanannyira mozgatom a kamerát, és látjátok, hogy, hogy éppen, hogy, hogy mozog a kép. Nem is ugrál, csak mozog. Jó kameránál, na most figyeljetek, ha két lencsés telefonotok van, akár iPhone 7 Plus, mint nekem, akkor át tudtok állni tele objektívre, tehát a nagyobbik objektívet használjátok, amelyik messzebbre lát, és vissza tudtok állni simán a nagylátószögű objektívre. Jó, itt be tudjátok kapcsolni a guide-nál a, a térhálót, itt látjátok, hogy mennyire vízszintes a kép, illetve mennyire függőleges, és van még egy infogombunk, itt tudtak tutoriálokat is lekérni a szoftverből, az egyébként a YouTube-ra irányít ki, és ott vannak fönt ilyen tutoriálok a szoftver használatával kapcsolatban. Jobb oldalon található egy ilyen kis csúszka. Én ennek a használatát nem szeretem, mert ez digitális zoomot kapcsol be, és ugye azt mindannyian tudjuk, hogy ez nagyon, nagyon ront a képminőségén. Nézzük meg, hogy a fókusz hogy reagál. Ez most a teleobjektív, amit ki van választva. húzom és egyből ráélesedik a hölgyre. Visszateszem, és már a dobozomban a fókusz. Elveszem, ott van a hátsó dobozon a fókusz. Jó nagy vonalakban ennyit szerettem volna elmondani erről az alkalmazásról. Nagyon sok funkciós alkalmazás, lehetne róla órákig beszélni. Ha szeretnétek, akkor csinálok róla egy hosszabb tutoriát. Egyelőre én most az alkalmazást szerettem volna nektek megmutatni, hogy az hogyan is néz ki. Indítsunk is egy felvételt. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztetek, ha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot, ha nem vagytok még feliratkozva a csatornára, iratkozzatok fel. Kedden találkozunk. Sziasztok!